Tom Berenger Kőszegi Ákos, Bob Hoskins Háda János, Greta Sacchi Vándor Éva. Szilánkok. Joan Valley Kilmer Törtei Tünde, Corbin Bernsen Juhász György. Készült Richard Neely regénye alapján. Zene Ellen Silvestri. Fényképezte Kovács László. Filmre írta és rendezte Wolfgang Petersen. Hogy érzi magát? Dr. Burkász vagyok, a megyei kórházban van. Maga nagyon szerencsés asszony, Mrs. Merrick. Bár a férjéről is elmondhatnám ugyanezt. Ne! Megteszünk mindent, amit tudunk. De meg kell értenie, az a zuhanás abban a kocsiban. Mély kómában van. Hívjuk pszichogén amnéziának. A beteg semmit sem tud magáról, a családjáról, a saját életéről, minden másra emlékszik, a dátumra, vagy hogy ki az elnök. Tud kocsit vezetni, a szakmájában is helytáll, de ami önmagát illeti, az kiesett. És meddig tarthat? Tarthat hetekig, de nem akarom áltatni. Ez valószínűleg így marad.
Mexikó. Cabo San Lucas. Tavalyi nyaralás Jebbel és Jennyvel. Jó Istenem, drágám, ne... Annyira félek. Nincs mitől, kedvesem. Életben vagy. És nem vagy egyedül. Én mindig veled leszek. Mindig. Tudod, hogy kik ők? Persze, a múltkor mondtad. Jeb és Jenny Scott. Szerintem egész vonzó csaj. Hát igen, horoszkopírással és tenyérjóslással foglalkozik. Szóval ő nem folyik bele az üzletmenetbe? Ő azzal járul hozzá a Merck Scott ingatlan működéséhez, hogy villámgyorsan költi a pénzt, amivel pörgésben tartja Jebet. Pörgésben? Tudod, mondta, munkamániás. Ez fáj! Ez fáj! Nagyon fáj! A gyógytornász azt mondta, hogy muszáj. Ez egy kis bárban volt a zenegében, Mexikóban. Annyiszor felraktad, hogy egy részeg 10 000 pezót ajánlott, hogy hagyjuk végre abba. Elfogadtuk. 10 000 pezó az nagyjából $5 sértésnek vettük. Figyelj csak, megmondjam, mire vágyom a legjobban. Ha ezen túl leszünk, menjünk vissza Mexikóba. Jeb is elboldogul a Marina Parkkal, amúgy is a szíve csücske, mellesleg ennyivel tartozik neked. Legyünk egy kicsit együtt. Kettesben. Én benne vagyok. De majd San Francisco után, ha megtudtam, hol élek és mit dolgozom. Mexikó. Megmondja, mit szoktunk ott csinálni. Éjjel a tengerparton. Elárulja? Vagy sejted? Azt hiszem. Emlékszel? Igen, emlékszem. A Transamerika épülete, nem? De igen, és annak 36. emeletén a Merrick Scott ingatlan.
Azt a mindenit. Hé, ez ismerős. Tényleg emlékszel rá? Nem is tudom, de biztos, hogy jártam már itt ezelőtt. Ne szólj semmit. Hello? Szia, Jeb. Ah, szia, Jeb. Zavarok? Nem, épp most jöttünk meg. Na és hogy van? Ó, remek. Kicsit fáradta. Hát, kösz, Jeb, de tudod, az első pár napban szeretnénk kicsit magunk lenni. Az isteni lesz. Esküdj. Megígérem. Oké. Persze. Talán a jövő hét végén. Jól van. Üdv Jenny-nek. Segítek. Semmi baj. Figyelmeztettek, hogy lesz ilyen. Tudod, hogy számíthatsz rám. Együtt legyőzzük. Van ide bent valami. Ez a tükör, ami megörít. Ne haragudj! Ha ennyire felzaklat, el is mehetünk itthonról. Alszunk valahol máshol. Ne menjünk el. Jó. Ahogy te akarod. Óvatosan! Jézusom! Te hol repültél ki? Nem tudom. Valahol feljebb. Gondolom, jól eláztam. Hát, Jeb számára a vendéglátás egyet jelent a leitatással. Épp csak a fejünkre nem öntötte a piát. Hát, boldog új életet. Tudod, mi a jó az amnéziában? Mi? Hát, hogy 7 évnyi házasság után újra képes leszek beléd esni. Ó, Danny. Komolyan. Hé, mindig ilyen érzelgős voltam? Nem. De abban ne hagyd. Halló? Szia! Ó, Jenny. Valami baj van? Nem, csak úgy szaladtam a telefonhoz. Akkor jó. Hogy van, Dan? Jól. Minden más is oké? Igen, lassan kezd megint a régi lenni. Jaj, de jó. Az nagyon jó. Igen. És már otthon marad? Igen, itthon. Szóval végleg kitették a szűrét a kórházból. Igen. Igen, Jenny, végleg. És amúgy hogy néz ki? Isten ilyen. Szívdög lesz több, mint valaha.
Szóval ide bújtál. Jenny rá akart beszélni, hogy menjünk át vacsorára, de mondtam, hogy talán ez neked még korai. De... valami baj van. De hát át is mehetünk, csak gondoltam még. Nem. Szívesen mennék. Ez haláli, ha belegondolsz, nem? Új életet kezdhetsz vadi új szemmel. Majdnem, mintha újra születnél. Határozottan megvan a jó oldala. Eszembe jut egy más, amit szívesen elfelejtenék. Például, amikor Mary Louise McBurney-t elvittem a Luanbe. Nem volt nálam elég lé, oda kellett hívni az apját, hogy váltson ki minket, az meg pattanásos kis pöcsnek hívott. Pont így mondta. Még a szar is belém szorult. 2 évig nem is voltam képes randizni. 17 éves koromig szűzi életet éltem. Dan, jó, hogy megint itthon vagy. Képzelem, milyen rettenetes lehetett ez neked. Szerettünk volna meglátogatni a kórházban, de Judith megtiltotta, hogy... Ó, te jó ég, nem én tiltottam meg, hanem az orvosok. A pszichiáter csak a műtét után engedélyezett látogatást. Azt hittem, hogy az a jobb, ha minél több inger éri az emlékezetét, de az orvosok mindent rám hagytak. Nagyon fura volt, de csodálatos is. Mint 2 hajó törött egy kopár szigeten, akiknek újra fel kell fedezniük egymást. Na jó, beszéljünk komolyan. Mikor érzed úgy, hogy szóval, tudod, újra bele tudnád vetni magad a munkába? Holnap. Figyelj, én nem sürgetlek, öregem, úgyis egész héten jövök, megyek Los Angelesben, és majd... Nem, én... Nem, én nem akarom, hogy mit tudom én... Felejtsd el! Bocs, hülye vagyok. Hát, nem, én inkább minél előbb annál jobb. Hadd tudjam, jó hajós vagyok-e. Vagy csak ballaszt. Tegnap kártyát vetettem neked. Csupa kedvező lap jött ki. Komolyan gondolod, hogy készen állsz rá? Te nem gondolod? Figyelj, gyere be holnap reggel, aztán majd kiderül. Viszont e percben francba a melóval elképesztő szükségét érzem egy pasívászatnak. Drágám, addig mutasd meg Judithnak, hogy mi mindent vásároltál ma. Ebben a felfordult világban az egyetlen, amit biztosra vehetek, hogy Jenny kifosztotta az összes útjába eső boltot. Hát akkor mi szépet vettél ma? Ki nem szarja le? Majd figyeld meg, mit művelünk a Marina Parkkal. Úgy néz ki, hogy már az első ütemen kaszálunk vagy 5 rongyot. Szerintem Millert a városházáról zsebre raktam, úgyhogy már csak egy dolgunk van. A Teamsterrel kell kezdenünk valamit. Kérdeznék valamit tőled. Ki vele? A baleset előtt. Volt valami gondom a házasságommal? Öregem, kinek nincs gondja a házasságával? A lényeg, hogy a Teamster csoporttal ne legyen gondunk. Jeb, komolyan kérdeztem, nem vicc. Párszor említetted a válást, de olyankor be voltál rúgva. Különben meg Jenny havonta válni akar. Válásról beszéltem. Igen, aznap is, azon a bulin. Ugyan, öregem, részeg voltál, mindazok voltunk. Figyelj, de tudnod kell, hogy én... Szóval furdal a lelkiismeret, hogy... Hogy viselkedtünk aznap este Judithtal? Mit számít az már? Vitatkoztunk? Nem, dehogy vitatkoztatok. Torkotok szakadtából üvöltöztetek! Judithnak volt valakije, igaz? Honnan tudhatnám? De ha véletlenül lett volna, ki hibáztatná? Ezt hogy érted? Úgy, hogy ő neked csak egy berendezési tárgy volt. Oda állt Cabo San Lucasban. Nagyon kínos ügy volt. Mexikóban. Jeb, nem ér rá az a munka? Én mikor jutok hozzá Danhez?
Már is a tiéd, Civi. Nem vagyok bolond. Tudom, hogy milyen nehéz ez most neked. Hát... Hadd segítsek. Én hát nagyon rám férne, hogy valaki megmondja az igazat egy-két dologról, az életemből. Jeb azt mondta, hogy... Mit mondott Jeb? Hogy szemét voltam Judithhoz. Te hozzá? A mexikói pasasról is beszélt? Stantonról. Kiről? Jack Stantonról. Kábói ismerettség. Azzal jött, hogy ő is építész. Mint taszítónak találtuk. Kivéve Judithot. Folyton a közelében kellett lennie. A pasas még ide, Friscóba is utána jött. Hova akarsz kiukadni? Az igazságra vágytál. Én megmondom neked. Láttam őket. Fenn az Haciendánál. A baleset előtti napon. Hol? Az Haciendánál. Az a szálló rossz mellett. Láttam Stantont kihajtani a piros Porsche-jával egy fehér Mercedes után. Na, várjunk csak. Azt mondod, hogy ez a fickó, ez a Stanton, hogy az egész megyében csak neki lehet piros Porsche-ja, és csak Judithnak fehér Mercedes-e? Hé, ne szórakozz velem, jó? Hajszál híja, hogy nem öltek meg. Neki a bokája se picamodott ki. Gondolj csak bele! Kiesett a kocsiból. Tényleg kiesett? Vagy kiugrott? Na? Vigyel, a hátsó kertben. Igen, értettem. Megértette? Persze, természetesen. Segíthetek? Na hát, Mr. Merrick, nem de bár. Rudy Costa helyettes igazgató. Örvendetes, hogy visszatért hozzánk Mr. Merrick. Remekül néz ki, talán kicsit lefogyott, de ez semmiség egy ekkora balesetnél. Nagyon kedves. Tehetek esetleg önért valamit? Talán. Egy hölgyet keresek, aki úgy tudom, többször járt már itt. Ismeri őt? Hogyne. De Mr. Merrick, mint azt ön is tudja, ez egy diszkrét szálloda. Mr. Costa. Costa. Én most igen kényes helyzetben vagyok. A lábadozásom alatt elvesztettem a nyomát, és ön bizonyára megérti, hogy... Hogyne. De ez nekem ugye... Jöjjön. Régebben minden áldott nap betért ide. Mindig délután, és amennyire emlékszem, mindig ugyanazzal az úrral. De aztán elmaradt. Tudja az úrnak a nevét? A nevét? Igen. Hogy is hívták? Ennyi már. Valahogy most nem akar az eszembe jutni. Várjon egy kicsit. Valami Stanley vagy mi? Nem, Stanton volt. Igen, úgy van, Stanton. Jóképű fickó, nem fecsegő típus. Diszkrét, ha érti, hogy értem. Az a hölgy és ő mindig külön érkeztek. Mr. Merrick, nem inna valamit? Nem.
Köszönöm, Mr. Costa. Én köszönöm, Mr. Merrick, és adja át üdvözletemet a kedves nejének. A nejemnek? Íme itt van. A Marina kikötő komplexum. Ez pedig a Merrick Scott torony. A nagy része ki van adva négyzetlábanként 42 dolcsért, de a felső öt emeletet megtartottuk. Nagyszerű. De az ám. Igazán lenyűgöző. Hát öregem, te tervezted. Az ki van számba. Nem emlékszel arra se, hogy az elején az a környezetvédelm is folyton a nyakadra járt. De ahogy lerendezted a pasast, az művészet volt. Tényleg? A jegyek, uram. Köszönöm. Mit műveltem? Túlóra. Kiderítetted, hogy egy helyes fiúval tölti az éjszakáit, amikor a neje azt hiszi, hogy kiszálláson van, és aztán barátian eltársalogtál vele. Le is szállt rólad. Szemét alak voltam, mi? A szemetek szemete. Gyereden, szeretném bemutatni neked a titkárnődet, Nancy Mercer. Jó, hogy megjött, Dan. Köszönöm. Őszintén mondtam. Na jó, megyek, mert lekésem a gépet. Szólj, ha bármire szükséged van. Nancy megoldja. Jó, hogy itt vagy. Kösz, Jeb. Sylvester Scottéknál 8:30. Képekért elmenni, Judithot felhívni, december 27-e. Klein. Klein állatmenhely. Várjon, ha ez egy ilyen lihegő szám, hozom a cikimet. Bocsánat, mellé ment. A kávé. Feketén édesítővel. Emlékszem, annak idején mindig így itta. Köszönöm, Nancy. Valami baj van? Nincs. Mondja, Nancy, vettem én valakinek múlt karácsonyra állatot? Állatot? Uh-huh. Amennyire tudom, nem. Főleg a Neymantól jöttek ajándékszámlák. Jézusom, ez szíven ütött. Nancy, hadd kérdezzem meg, az a név, hogy Klein. Mond magának valamit. Igen, az a fickó. Szóval Mr. Klein januárban többször is jelentkezett. Egy rendezetlen számla miatt, de mivel nem tudta megmondani a tartalmát, nem fizettem ki neki. Meg tudom mutatni, ha érdekli. Igen, köszönöm. Már is. Nancy? Igen? Hallott már egy Hacienda nevű helyről? Igen. Hallottam. Miért? Csak úgy kérdeztem. Na jó. Mi... Mondja csak, voltunk mi együtt valahol. Csak így, kettesben. Maga meg én? Az Haciendában? Igen. Nem. Oké. Okay. Semmi baj. Kösz. Szolgáltatás ellenértéke $7,000. Nem tud olvasni? Zárva vagyunk. Igen, tudom, de nekem Mr. Kleinnek kéne beszélnem erről. Na jó, jöjjön be. Ez van. Köszönöm. Kérem. Igen, és ismer jó pár szó. Megesküdök rá, hogyha megszokik nálam, beszélni fog. Fél éve van nálam, és ki se nyitotta a csőrét. Én azt mondtam, hogy Clementine tud beszélni, nem azt, hogy fog is.
Jól van, elnézést, semmi gond. Sajnálom, hogy bosszúság érte. Még szépen. Hülye vég, kurva! Tessék! Na ugye! Hülye vég, tessék, kurva! Mit tehetek önért? Nos, ez szerint a számla szerint egy állatkertet vettem magától. 7000 dollár, ez nevetséges. Merik? Ó, oh, Mr. Merik! Már jó ideje nem volt szerencsé. Hát igen, tudja, volt egy kis balesetem. Igen, 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 hallottam róla. Szedi! Tessék! Zárd be a boltot! Zárom. Ja, nézz utána, légy szíves még egyszer Betty June-nak. Jó. Na, jól van. Jöjjön velem. Isten hozott, jó szívi! Isten hozott! Kurva! Gyere, édesem. Szegény öreg pára. Elütötte egy autó. Nem tudja visszatartani. Szóval, mit vettem 7000 dollárért? Egy gorillát? Nem emlékszik? Nem, amnézia. Minden kitörlődött a baleset előttről. Hűha. Az elég húzós lehet. Igen, az. Ön egyszerűen az időmet vásárolta meg. Meg mondjuk a művészi fotóimat. Úgy rémlik, gorilla nem volt része a csomagnak. Csak egy fickó, a neve Jack Stanton. Egy kis kéményseprést végzett a feleségénél. Karácsonykor bízott meg a kukkolással. Ünnepi felár, éjjel-nappalozás költségek. Ez vitte így fel. Szilveszter este küldtem át az anyagot, és vártam a pénzemet. Aztán, ahogy kezdtem rájönni, hogy átlettem verve, a fizikai ráhatás mellett döntöttem. De felbukkant Mrs. Merrick. Mrs. Merrick? A felesége. Ha, és kifizetett. Nagyon kedves hölgy. Meglett a pénz, nekik meg a kaja. Maga a magánnyomozó? Igen, az. Már 30 éve üzem az ipart. Az ember ennyi időt tölt kutyukak előtt. A végén valahogy kiábrándul az emberi fajból. A kinti meló meg a hideg kaja. Meg a rossz légkör. Rendesen ráment az egészségem. Ma már csak a házbér miatt csinálom. Meg az ő kajájukért. Na, elégedett? Ügy lezárva? Hadd tegyem fel így a kérdést, Mr. Klein. Nem találja furának, hogy aznap, amikor átadta a képeket, a feleségemmel autóbalesetet szenvedtünk? Ő kiesett és karcolás nélkül megúszta, én meg úgy néztem ki, mint egy fasírt. Azt gondolja, hogy kitervelte? Ugyan már. Ha csak a hölgy nem cirkuszi akrobata, azt kell mondjam, hogy a maga fantáziája egy kicsit túlpörgött. Akar egy tanácsot? Felejts el! Aki a hölgy félre lépett. Maga sose lépett félre, Mr. Merrick. De, ami azt illeti, félreléptem. Csak nem emlékszem kivel. Ez tartja a férfit formában. Nézze, Mr. Klein, szeretném önt újra megbízni. Azzal, hogy nézzen utána egy kicsit Jack Stantonnak. Nem vagyok a pénz ellensége, de mivel nem hiszek az állatok kihasználásában, ezt a gyengeségemet bizonyos fokig kiterjesztettem az emberi fajra is. Én így látom a dolgot. Maguk mindketten félreléptek, de most szeretik egymást. Remek! Tartsa meg a pénzét és adja a pasast. Egész csinos fiú. Bár nem az esetem. Mr. Klein, ne mozduljon. Egy kígyó van a háta mögött. Há, igen, Betty June. Mióta keresnek, hol mászkáltál? Hát nem bájos. Szedi! Tessék! Megvan Betty June. Csak nem. De, az irodszekrényemben volt. Yeah.
vissza kéne mennem a pszichiáteremhez. Lehet, hogy fátlat kéne borítani a múltra, de az a baleset nem hagy nyugton. Azt nem hagyhatom, azzal valami nincs rendben. Valahogy rossz érzésem van. Bízz az érzésekben. Tessék. Szereted Judithot? Én... Igen, igen, talán. Ő beteg? Tudtál róla, vagy nem? Inkább neki lenne szüksége pszichiáterre. A feleséged kóros hazudozó. A hazudozás kedvéért hazudik. 7 év alatt soha egyetlen egyszer sem mondott igazat. Istenem, de az őrületbe kergetett vele. Különösen olyankor, amikor rajta kaptad, ő meg előadta neked a bűbájos ártatlant. Azt hiszi, mindenki hülye, hogy mindent megtehet, úgyis megússza. Nagyon beteg. Mi volt Mexikóban? Stantonnal? Olyan, mint egy drogos. Teljesen rákattant. A pasas most is itt van. Én tudom. A gond csak az, hogy te is. Ben, tudod, te milyen sokat érsz. Az ember el se hinné, milyen gyönyörű így éjjel. Hát nem csodálatos. Ha az élet is ilyen tökéletes volna. De még lehet. Mi szeretők voltunk. Az Asziendában? Emlékszel? Össze akartunk házasodni. Csak a megfelelő időpontra vártunk. Jeb holnap jön vissza. Szeretkezz velem most. Itt. Úgy, ahogy az előtt. Azt mondtam, hagyd abba! Nem emlékszem. Nem tudod felfogni? Kifelé. Jenny, kérlek. Kifelé! Szia, Jeb. Szia, Dan. Másolod a leckémet? Nem, csak... megnéztem, hogy mit alkottál, amíg nem voltam itt, és meg kell mondjam, ahhoz képest egész jó. Mihez? Ahhoz, hogy gőzöd sincs róla, hogy mit kéne csinálnod. Figyelj, én nem vagyok benne biztos, hogy... Hogy menni fog? Nem, csak komolyan el kéne gondolkodnunk azon, hogy mi legyen a következő lépés. Pontosan ezt csináltam az utóbbi pár napban. Ezen töprengtem. És ha esetleg kivásárolnád a társadat, ő vevő az ötletre. Feltehetőleg meg tudsz vele egyezni. Figyelmeztetlek. A véred is kiszívom. Hát, ahogy te mondtad, a mostani felfordult világban jó, ha van valami állandó. Jeff, megjöttek a biztonsági szolgálattól. Pár Greenpeace-es nem akarja, hogy eltávolítsunk egy hajóroncsot a kikötőből. Megvívjuk velük a harcot. Szemetek!
Ne haragudjon, Dan, de Jeb ragaszkodott hozzá, hogy odaadjam, és nem... Nem számít. Hát maga mit akar? Kávét és ne tök mehet. Nyugit. Nem mehet be, mit képzel? Hagyja csak, Nancy. Jövök egy bocsánatkéréssel. Ugyan nem érdekes. Lehet, hogy tévedtem, és maga érezte jól. Ó, ez megnyugtató. Miután a múltkor elment, még egyszer átgondoltam a történetet. És minél többet rágódtam rajta, annál inkább arra jutottam, hogy talán nem nyúlt annyira mellé a lényegnek. Egy teljes nappal lemaradt a pénzről, Mr. Klein. Igaza volt. Hagyom a pasast. Jaj, nekem. Akkor nagy szar van. Halljuk, mi a gond. A fickó. Nézze, én kicsit utána jártam ennek annak. Kezdjük a balesettel. Rendben? Maga vezette a kocsit, igaz? Igen. Téves. Utána néztem a kórházban. Ki van zárva, hogy ilyen fejsérüléseket szerezzen valaki, aki a vezető ülésen ül a kocsiban? Következő kérdés. A felesége a kocsiban ült, amikor a mélybe zuhant? Vagy biztos talajjal a lába alatt adott magának egy kis löketet? Hogyan, Mr. Klein? Ő nem egy Superman. Egyedül, de Stantonnal együtt. Mivel parancsolja a kávét? Két cukorral, igazival. És tejszínnel, ha lehet tehénből valóval. Mellesleg a betűtípus, ami a gépén van, nem véletlenül Prestige Elite, nem az véletlenül? Ma már mindenki a Courier 10-et használja, de én valahogy... Honnan tudja? Onnan, hogy minden porcikája Prestige Elite. Bogaráztam Stanton után. Megtaláltam a céget, ahol építészként dolgozott, Los Angelesben. Ők nem tudják, hol van, de én igen. Vagyis azt, hogy hol volt? Itt bent, ezen a szent helyen, hajszál pontosan 5,5 órával a baleset után. Egy fax, amit a főnökének küldött. Kedves Paul, végre elhatároztam magam, belevágok, elfogadtam azt a tókiói állásajánlatot. A gép ma este indul, mostantól egy darabig nem hallasz róla. Boldog új évet! Küldés helye? Mark Scott? És egy 4-es. Ez a maga hivatali faxgépe. A 4-es szám. Időpont 0804. Január 1-je. Betűtípus Prestige Elite. Felteszem a feleségének, van kulcsa ehhez az irodához. De hát kórházban volt az ég szerelmére. Nem, nem volt. Judith Merrick saját felelősségére távozott a megyei kórházból. 06:18-kor, január 1-én. 3,5 órával azután, hogy bevitték. Nem. Van rosszabb is. A japán bevándorlási hivatal nem tud róla, hogy Jack Stanton az ország területére lépett volna. Na jó, persze, bárhol lehet. De fogadok egy zacskó fánkba, hogy ki sem mozdult a városból. Maga rengeteg pénzt ér, Mr. Merrick. Egyszer már próbálkoztak. Bármikor megtehetik újra.
Halló? Ledölt egy kicsit. Hívott valaki? Igen, egy úr. Mondta, hogy később visszahívja. Valami Stan... Mindjárt. Jack Stanton. A számát nem hagyta meg? Nem, csak hogy a városban van. Mrs. Merrick. Jól érzi magát? Igen, Lydia. Beszélhetnék Mr. Kleinnel? Nem, állatokat szállít ki. Mikor megy vissza? Itt van. Akkor adja át neki. Mondom, hogy állatokat szállít házhoz. A fenébe, ez nagyon fontos. Mondja meg neki, hogy Stanton itt van, a feleségemet hívogatja, és megjegyezte, amit mondtam? Persze, megharapta a piszok. Mi? Megharapta az a kis dög. Na jól van, megmondom neki. Lydia! Kölcsön adná a kocsiját? Lemerült az akkumulátorom! Hogyne, Mr. Merrick? Az ülés alatt van a kulcs. Merrick Scott kikötő étterem üdülőpark.
Veszélyes vegyi hulladék. Erik lakás. Jó napot! A Laura és Demo gyógyszertárból beszélek. Csak szólni akartam, ne, hogy elkészültek nekem. Türelem, drágám, türelem. Lehet jönni értük. Ezt a két fajt nem lehet összerakni, amikor hívás van. Mert a rivális nőstények kinyírják egymást. Ja, igen. Egy kicsit utána néztem annak a hajóroncsnak. Nem semmi. Lesz vele elég gondjuk, mire meg tudnak tőle szabadulni. Igen, tudom. És a telefont is lehallgatta? Persze. Szuper délelőttön volt. Kiolvastam az egész állatfarmot. Maga olvasta az állatfarmot, Mr. Merrick? Igen, persze. George Orwell, ugye? Orwell úr kis állatmeséje, a galád elnyomó emberfaj ellen emeli fel a szavát. Akarja hallani, hogy például mi minden ellen? Vegyük mondjuk a hajóroncsukat. Tudja, hogy mit készülnek vele csinálni? Kivontatják az Egyesült Államok vizeire, és elsüllyesztik a rohadékot. Az láthatólag senkit nem érdekel, hogy tele van mérgező vegyi anyaggal. Na persze, kivéve a halakat. De ők nem vesznek ingatlant, úgyhogy ki nem szarja le. Halló? Judith Merrick, Summit V1 per 14? Igen. A telefontársaságtól beszélek. Érkezett az ön számára egy távirat Jack Stantontól. Beolvassam önnek, vagy inkább... Igen, olvassa. Napok óta nem tudlak elérni telefonon. Ma feltétlenül beszélnünk kell. Küldj postán maradó táviratot a San Franciscói főpostára. Aláírás Jack. Ben! Jenny! Beszélnem kell veled. Valamit muszáj kiderítenem. Mit? Itt van Stanton. Igen, és megpróbálja elérni Judithot. Tudtam. Judith átjött hozzám valami hülye ürüggyel, és előadta a legjobb barátnőműsort. Nagyon érdekelte volna, hogy mit tudok. Az a nő ugrásra készen áll, és úgy vagy jó neki, ahogy vagy. Kisgyerekként. Se emlékek, se saját múlt. Miért? De... Jenny, kérlek. Úristen, ez őrület. De nem viszi el szárazon. Ja! Ó, Jézus! Megkaptad a faxomat? Szóval akkor holnap este, ahogy visszaértem, leülünk, eszünk egyet és összeütünk egy egyességet. Jó, jó. Figyelj, mi lesz azzal a hajóról? Nyert így, holnap elboronáljuk.
Ó, tegyél meg egy szívességet. Ne nyújkálj a masinákhoz, jó? Ben, Mr. Klein hívja a kettesen. Tessék. Ó, oh, Mr. Merrick? Igen. Itt Gus Klein. Legyen lent 2 perc múlva. Vár ránk egy feladat. Mi történt? Ó, ne haragudjon. Megtenné nekem, hogy felhívja azt a... Hogy is hívják azt a hajóroncsos pasast? Éb, igen. Felhívná és megmondaná neki, hogy halassza el a kivontatást holnap utánra? Maga vezet, én dolgozom. Mi van? Ez. Gyerünk! Kurblizzuk fel a tragacsot. Golden Gate! Jack Stanton. Postán maradó. Főposta a San Francisco. Az üzenet? Kedves Jack, meglepett a jelentkezésed. Ha esetleg bajba jutottál, igyekszem segíteni. De kérlek, értsd meg. A férjem és én újra együtt vagyunk. Találkozzunk ma délután 5-kor a szállodán. A szállodánkban. Az Hacienda, igaz? Az a gyanúm, hogy bármi is lesz itt, az a hálószobában lesz. Utánok megyek, és ezt kirakom a párkányra. Úgy követhetjük az eseményeket. Remek. Ez az. Mekkora barom vagyok, az objektíven átnézem. Jól van. És hol késik Rómeó? Így nézett ki a pasi 9 hónapja. Ugyanaz a hely. Ugyanaz a gép. Pompás. Hé! Tudom, mit érez, Dan. Én is voltam így. Maga nős volt. Aha. Ja. Mikor vége lett, olyan volt. Úgy éreztem magam, mintha egy hatalmas kupac üvegcserép lettem volna. Szép kocsi. Aha, az. 968-as Dutch Coroné. 212 mérföldet tud. A motor eredeti. Lássuk. Aha, őrá vártunk. Jól van. Maradjon itt. Jön vissza! Indítson, Dan!
Menjünk! Nem nyitja ki? Ha csak nincs magánál a lakat kulcs. És ő hogy a fenébe jutott át? Nem tudom. Jó, ha? Nézze meg, mi csinált a rohadék a kocsimmal! Óvatosan! Ez a kocsi egy régi sír! Nekem mondja, úgyis megy! Sean! Darabokra fog esni! Nem lehetne? Nem lassítanom egy kicsit? Megkapod! Az égszer elméleddel! Te szemét! Uram, itt nem végünk van! Hát ez... Ide nézzen! Francba! Sajnálom. Komolyan sajnálom, Gász. Megjavítatom. Jöhetnek a zsarok, mi? Aha. De előbb hadd beszéljem ezt meg a magam módján, megérti? Csak a neje is értse meg. Nem a bosszúra gondolok. A nővérrel akarok beszélni, aki otthon ápolt. Egyszerűen nem értem. Nem értem. Miért? Spórolja meg a kínlódást. Én évekig töprengtem rajta, hogy mi volt velünk a baj. Semmire se jutottam. Akkor is muszáj vele beszélnem. Ja. Jó jöhet.
mozdulj. Jézusom! Stanton nincs már. Lelőtted. Részeg voltál. Scotték partiján összevesztünk. Mondtam, hogy hozz haza. Aztán teljesen megőrültél. Én fent bezárkoztam egy szobába, és felhívtam Stantont, hogy félek. Ide jött, és te... Eltüntettük a holttestet. Aztán jött a baleset. Egy szavodat se hiszem el. Én megpróbáltalak megóvni ettől, de megint felbérelted azt az átkozott nyomozót. El kellett játszanom neki Stantont, hogy meggyőzzem róla, hogy még életben van. Megpróbáltál megölni engem. Csak azért lőttem rátok, hogy megijesszelek benneteket. Clayt mindenáron félre kell vezetnünk. Ki a jó Isten őrült meg itt? Mindkettőtöket láttam bemenni a hotelba. Engem láttál bemenni. Aztán átöltöztem és kimentem a hátsó ajtón oda, ahol a Porsét hagytam. Beöltöztél Stantonnak. És majdnem megöltél. És most azt adnád be, hogy én öltem meg Stantont? Na várjunk csak. A baleset előtt. Ezt mondtad? Igen. Az ugribanc! Jack javában élt még 5 órával a baleset után is, amikor faxot küldözgetett az irodámból. Az én voltam. Én küldtem a faxot. Hogy azzal is bizonyítsam, hogy Stanton él. Még gondolsz, miért jöttem ki olyan villámgyorsan a kórházból, hogy minél előbb fedezhesselek? Rögtön reggel kifizettem Stanton számláját az Haciendával, és elküldtem a faxot. Elrejtettem a Porsét a garázsban. Azt sem tudtam, hogy élsz-e vagy halsz-e, de imádkoztam, és te jó ég, próbáltalak megvédeni, hát ha sikerül túlélned. Szeretlek, Dan. Még ennyiből sem értetted meg. Nincs olyan, amit meg ne tennék, érted? Semmi. És akkor te előrángatod Clayt. Hát nem érted? Arra béreltél fel valakit, hogy derítse ki, hogy gyilkos vagy. Felbéreltél valakit, hogy a villamos székbe küldjön téged. Miért? Erről eddig miért nem mondtál nekem semmit? Hol a kórházban? Szia, Dan, hoztam egy csokor rózsát, mellesleg gyilkos vagy. Dan, én meg akartalak védeni. A saját emlékezetettől. Hogy újra kezdhessük. Mindkette. Bár meghaltam volna abban a balesetben. Hogy Dan, ne mondd ezt. Együtt vagyunk benne. És együtt is oldjuk meg. Ma este. Valaki még tudja, hogy Stanton meghalt. A hívások, az első távirat, az nem én voltam. Valaki más. Valaki, aki... Ki? Nem tudom. De bárki legyen is, rohadt egy játékot játszik velünk. Kezdtem pánikba esni. Kimentem a roncshoz, ahol... Hát nem sok maradt belőle. Épp csak... Úristen, holnap végre elsüllyesztik azt a rohadt roncsot. Mindenestül. Judith? Én leállítottam a süllyesztést. Honnan kellett volna tudnom, hogy mi van benne? Jézus Isten! Jól van. Eltűnünk innen. Dobáld egy bőrrendbe a legszükségesebbeket. Ami még kell, azt majd megvesszük. Visszaviszem a Porsét a garázsba, és hozom a Mercedes-t. Én is veled megyek. De nagyon kevés az időnk. Mire visszaérek, indulásra készen kell állnunk.
Te csak pakolj össze és így egy cédulát Lidiának. Nem tűnhet menekülésnek. Tessék. Jenny vagyok. Át tudnál jönni? Van valami, amit tudnod kell. Telefonon nem mondhatom el. Muszáj személyesen. Nem lehet. Ha nem jössz át most rögtön, hívom a rendőrséget. Jenny! Nyisd ki! Jenny, én vagyok, te! Nyisd ki ezt az átkozott ajtót! Jenny? Jenny felhívott, és azt mondta, hogy jöjjek át. Már itt találtam. Aha. Lehallgattam a vonalat. Üljön le! Nem megy sehova. Egy kicsit eltársalogtam az Hacienda parkoló őrével. Azt mondta, hogy a Porsche is fickó. Nem is fickó volt. Ezt hogy érti? Hova ment? Ki? Ugyan már. Nem tudom, csak elment. Úgy van. Stanton Porsche-ján. Kifigyeltem. De vajon hol lehet a gazdája? Honnan a francból tudjam? Annyit tudok, mint maga. Tényleg? Hát... ha érdekli, én úgy sejtem, hogy ami marad belőle, az most egy hajóroncsban rohad. Tudja, Mr. Merrick, én szerintem maga ölte meg. Aznap, hogy átküldtem a képeket, a baleset előtti éjszakán. Azt gyanítom, hogy a felesége egész idő alatt fedezte. Azt gyanítom, hogy Jenny Scott valahogy összerakta a részleteket, és megfenyegette a zsarukkal. Nem öltem meg Jennyt! Na és Stantont? Talán igen, talán csak kiesett a baleset utáni amnézia miatt. Lehet, hogy egy álmokfutó pszichopata gyilkos vagyok, de nem emlékszem rá! Gyilkosság felett már nem hunyhatok szemet. Nem kérem, hogy szemet hunyjon, csak adjon időt, hogy visszaemlékezhessek arra, ami történt. Hadd menjek be abba a hajóba. Kérem. Kapitányság. Adja Lacey hadnagyot. Kérem, tartson. Az ég szerelmére gáz. Ha én voltam, megfizetek érte, nem futok el. Elfogadhat, diliázba dughat, villamos székbe rakhat, de legalább hadd emlékezek vissza rá, hogy mi a kurva lószart műveltem. Lacey hadnagy, tessék. Küldjön egy járőrt a Lagunda Coast
11:34-be. Ki beszél? Gyilkosság történt. Ki beszél? Halló? Halló? Gyerünk. Összeszedhetünk. Jöjjön! Valami. Ezt tettem. Ez én vagyok, Dan Merrick. Úristen. Ez nem normális. Akkor maga... Jack Stanton. Emlékeznie, mi történt? Most menni fog rajta! Gyerünk! Mi történt? Próbáljon emlékezni!
ölte meg Merricket? Muszáj emlékezni rá, gyerünk már! Ki ölte meg? Felhívott. Felhívott az Haciendában. Az égszerelmére, Jack, gyere gyorsan! Dan megőrült, tök részeg. Segíts! Segíts, kérlek! Gyerünk! Emlékeznie kell! Ki ölte meg Merricket? Ki ölte meg? Azonnal nyisd meg az ajtót! Nem! Judith! Nem! Menj innen! Te rohadt kurva! Jót basztatok, mi? Szeretem őt! Soha többé nem kefél meg az a fasz! Megöllek! Ügy a francba! Megfizetsz azért, amit velem tettél! Judith, ne! Segíts, kérlek, segíts! Segítsek! Börtönbe zárnak, és nem bírom ki nélküled. Judith tette. Éljen! Igaza volt, ő vezetett. Én ittam előtte, és a tárcám is a szállóban maradt. Ő vezetett. Kinek az ötlete volt a hajó? Dentől hallott róla. Úgy gondolta, hogy a vegyi anyagba egy szív marja. Nem jött össze. Ez formaldehid. A világ legjobb tartósítószere. És a baleset? Átmegyünk Mexikóba. Most. Ma éjjel. Hogy érted, hogy megyünk? Hát mi együtt? Együtt vagyunk benne. Nem rohanhatunk bele csak úgy a nap lementébe. Figyelj rám! Nem tölthetem az egész hátra lévő életemet. Kénytelen leszel! Már te is benne vagy. Kezdettől így tervezted, nem igaz? Nem, Jack! Nem terveztem el, de megtörtént. Nincs választásod. De van! Felvilágosítom a zsarukat, én megúszhatom! Nem! Most rögtön kiszállok az életedből, megértetted? Jack, ne beszélj így! Nem dobhatsz el, csak úgy is, hogy mondjon! Mi a francot csinálsz? Jól van. Semmi baj. Jól van? Igen. Akkor mostantól hívjam inkább Jacknek. Na nyomás, térjünk el innen. Gáz! Gáz! Szóval rájöttek. Te beteg vagy! Gáz! Meg kellett tenni! Gáz! Csak Jenny és ti tudtatok róla. Neki annyi! Gáz! Gyere velem! Gyere el velem innen! Ki kell húznunk onnan! Judith, az Istenért! Belefullad! Nem akartalak bántani. Menjünk, Jack. Hosszú az út. Judith! Judith!
Jenny elszúrta. Hamar rájött, hogy nem Dan vagy. Az illatod, a kezed, a tenyérvonalaid. A rendőrségre akart menni. Meg kellett ölnöm. A baleset után, amikor az orvosok azt mondták, a férje még kómában van. Tudtam, hogy őrültség, de nem volt más választásom. Istenem, mind mentem keresztül, mire valósággá vált. Amikor találkoztunk, olyan volt, mintha mindig ismertelek volna. Emlékszel? Igen, persze, hogy emlékszem. Ne! Itt a kaliforniai autópálya rendőrség. Vége, Judith! Álljanak félre mindennek a kocsival! Mindennek vége, állj meg a kocsival! Egy pisztoly miatt! Álljanak félre a kocsival! Azt mondtam, hogy állj meg! Álljanak félre! Álljanak félre! Sokkal jobb ötletem támadt! Gász! Hogy a fenébe? Saját kis palack. Kéres lukkod? Jól van, Mr. Merrick. Jöjjön, Dan. Menjünk. Magyar szöveg Nagy Éva, hangmérnök Gyapjas Károly, vágó Kocsis Éva, gyártásvezető Bogdán Anikó, szinkronrendező Tóci Orsolya. A szinkron a Színetel megbízásából a Balog Mix stúdióban készült.